Vendégem a stúdióban Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az ellenzék a magukat immár kormányváltóknak nevezők folyamatosan kritizálják az önök családvédő tevékenységét, és most már nyilvánosságra hozták a 8 pontjukat is, ami ugye 8 ígéretet tartalmaz. Többek között ugye, hogy 100 000 forintos nyugdíjig minden 65 év feletti plusz 24 000 forintot kap, hogyha nem tudja fizetni a gyógyszereit, vagy ugye az élelmiszer áfa csökkentés, a gyermekéhezés felszámolása. Ezzel szemben mit ígérnek önök? Most ellenzék és összefogás és kormányváltók szerint, amiket március 15-én a szél is szétfújta, össze-vissza fújja egyébként a programjaikat, meg amiket mondanak is. És én azt gondolom, hogy komolytalan is, amit mondanak. Szerintem bizonyítottak sokszor. Először 2002-ben, az első kormányzásukkor, miután az első Orbán kormánytól átvették a lehetőséget, átverték az embereket nyugdíjígéretekkel, visszavették, fölpörgették az inflációt, utána az eladósodása elindult az országnak, megkétszereződött ő alattuk az eladósodása az országnak, és olyan katasztrofális helyzetbe került 2010-re a kormányváltásra az ország, amely majdnem Görögországéval azonos szintre süllyesztette volna Magyarországnak és a magyar embereknek az élet lehetőségét. Én nem hiszem, hogy ez az út, ez tovább járható, és ettől kezdve mindenféle ígéretük, amiket mondanak. Én azt biztos, hogy vagyok benne, hogy teljesen alaptalan, nincs is háttere ennek, és ráadásul már melyiküket megkérdezzük, hogy Gyurcsány Ferencet, Mesterházi Attilát, vagy a többieket, Bajnai Gordon, mindenki más és más mond. Az biztos, hogy Fidesz-KDNP-nek megvolt ez a 3,5 év, mert teljes 4 év még nem volt, amit meg tudtunk tenni az ország és az emberek érdekében, egyébként közösen a nagy többséggel, és óriási nagy küzdelmek árán átalakítottuk a családtámogatási rendszert, átalakítottuk a szociális támogatási rendszer egy jó részét, és hát persze mindennek az alapja az pedig a gazdaság, és a munka alapú gazdaságot erősítettük, ami legfontosabb. Ugye ők azt is mondják, hogy ha ők kerülnének hatalomra, akkor 100 000 forint lenne a nettó minimálbér, és hogy a munkáltatók terhei emellett nem nőnének. Ez mennyire reális ígéret? Hát ez egy érdekes dolog, mert ők tiltakoztak mindig a 2002 előtt is, és most is a 2010 után is bármikor emeltük a minimálbért, hogy hát ez tönkreteszi a cégeket, ezt nem lehet folytatni ilyen gazdaságpolitikát. Egyébként ez azt mutatja, hogy pontosan a legszegényebb emberek, a legrászorultabbak ellenében voltak, és mindazok ellenében, akik persze próbáltak kétkezi munkával dolgozni, és minden nap megtenni a családjuk és saját érdekében azt, hogy munkát vállalnak. Tehát ilyen értelem, mert most egy ilyen ígéret felelőtlenül lehet. A felelőtlenül sok mindent lehet ígérni egy választási kampányban. Az biztos, hogy amit ez a kormány megtett, még egyszer hangsúlyozom, az emberek nagy többségének a küzdelmének és az ő nagy többség segítségével együtt, az elképesztő volt, én azt gondolom, és mindenképp az egy óriási nagy eredmény, hogy egyrészt megállt, sőt, vissza is fordult az ország eladósodása. Ha folytatódott volna az a több mint 83-84%-nyi eladósodási helyzet, amiben benn voltunk, az már egy olyan spirálnak az eleje volt, hogy onnan visszajönni szinte lehetetlen, az már a teljes kudarc lett volna, és hát a teljes káosz az országon belül. És hogyha visszagondolunk arra is, hogy az ő kormányzásuk alatt szinte minden mozdíthatott, amit lehet, vagy eladtak, vagy pedig hát a mostani Simon ügyek és a többi szocialista ügy, az mutatja, hogy mindent el is vittek, amit lehetett, és ami mozdítható volt. Visszatérve a nyugdíjakra, önök azt mondták, hogy az egyik legfontosabb a nyugdíjak reál értékének megőrzése, ezt mennyire sikerült? Azt az ígéretet tettük 2009 és 2010-ben, tehát az előző választások előtt, és akkor óriási támadást is kapott Orbán Viktor, akkor még pártelnök, illetve személy szerint én is, hogy hát ez becsapás a nyugdíjasoknak és az időseknek. Miközben 2008-ban közel 7%-kal csökkent a vásárlóértéke a nyugdíjaknak, ezt elfelejtették hozzátenni, és igenis ez egy komoly vállalás volt abban az időben, hiszen több európai országban is tapasztalhattuk azt, hogy csökkentették a nyugdíjakat, vagy visszavettek adott esetben egy egész havi nyugdíjat is. És valóban az első két évben, 2011-12-ben sikerült a megőrzését a reál értéknek, a vásárlóértéknek, és ami külön öröm számomra, és nem csak az én számomra, hanem sokkal inkább persze az idősek számára, hogy akár tavalyi évben, de úgy néz ki, hogy jelenlegi inflációs adatok alapján, nőtt és nőni fog a vásárlóértéke a nyugdíjaknak. Mindemellett pedig rendbe tettük az egész nyugdíjkasszát, ami egy óriási nagy feladat volt, hatalmas nagy kihívás volt, és ha azt mondhatom, hogy 2010
közepén 350 milliárd hiányzott, 350 milliárd forint hiányzott a nyugdíjkasszából, ez azt jelenti, hogy körülbelül másfél havi nyugdíjra nem volt meg a fedezet. Tehát úgy nézett ki 2010 nyarán kormányzásunk kezdetén, hogy novemberben nem tudunk nyugdíjat fizetni. Ehhez képest semmilyen nem történt, sőt, most már olyan szinten van a nyugdíjkassa, hogy előre láthatóan 15-20-25 év múlva is fenntartható marad, ami nagyon fontos. És ez több szempontból is fontos, amit említett és kérdezett, hogy most nem kell járulékot fizetni bizonyos évedelem után. Hát ez a legnagyobb adalság. Ez a legnagyobb becsapás, ugyanis amikor az idősek érdekében megpróbálunk mindent megtenni, hogy a nyugdíj megmaradjon, akkor ez a fiatalabb korosztályoknak a felelőssége. És a nyugdíjrendszert mindig a fiatalabb korosztályok tartják fenn, és ha nincs egészségügyi járulékbefizetés, akkor a kórházak mennek, illetve az egészségügyrendszer megy tönkre. Ha meg nyugdíj, akkor pedig nyugdíj. Ugye támadták önöket, hogyha már a nyugdíjaknál tartunk, a rokkant nyugdíjrendszer átalakításával is, mert ugye önök felülvizsgálták a rokkant nyugdíjak jogosultságát, ők pedig azt mondták, hogy visszaadnák a rokkant nyugdíjasoknak a nyugdíjjárulékokat. Mi volt ez az átvizsgálás, pontosan mit vizsgáltak? Én ezt köszönöm szépen, hogy kérdezi, hiszen egyrészt Gyurcsány Ferenctől Veres Jánosig, Kóros Lajosig szűcselik a mindenki a szocialistáktól baloldalról azt hangoztatta, hogy fenntarthatatlan rokkan nyugdíjrendszer, ezt még mondták 2010 előtt. És ez ilyen szempontból igaz volt, mert kétszer annyi rokkan nyugdíjas volt Magyarországon, mint a környező országokban, vagy akár Európában, bárhol is. Több mint 9000 rokkan nyugdíjszerű, vagy rokkan nyugdíjas ellátott volt, és ez fenntarthatatlan, ezt mindenki érezte. És pontosan azért tettük meg azokat a lépéseket, amelyek a valóban rokkantaknak, valóban az elesettek számára kell megadni a támogatást, és azok, akik adott esetben visszaéltek ezzel a lehetőséggel, azok ne jelentkezzenek ellátásra. Egyébként minden száma az bizonyítja, hogy semmivel sem szigorúbb a felmérés. Egyébként ez szakmai és orvos szakmai alapon van, tehát ebben mi politikailag bele se tudunk szólni, de másik oldalról pedig tényleg azok jelentkeznek most már a felülvizsgálatokra, akik valóban rászorultak, sőt, akik meg régen voltak a rendszerben, ez egy érdekes dolog volt, hogy 195 ezer embert tartottunk úgy nyilván, akiknek újra jelentkezniük kellett, ebből 5-6-7 ezer nem is jelentkezett. Eltűnt egyszerűen a rendszerből. Hát ők önként vállalták azt, hogy inkább nem kopogtatnak többet felülvizsgálatra. Ott van a harmadik kérdés, a bölcsődei férőhelyek, mert ugye azt lehetett olvasni, hogy gyakorlatilag a 3 év alatti gyermekeknek mindössze 10-20%-át tudják befogadni a bölcsödék. Ez most hol tart ez a helyzet? Illetve hallottuk azt is, hogy Csalgó-Tarjánnak például az egyetlen bölcsödéjét 99-ben be is zárták. Hát az igen, a baloldali városvezetés bezárta annak idején, úgy záratták be, hogy minden mellett pedig a párt egyik fő korifeusa az ott lakik Salgótarjánban, és saját magának 1050 négyzetméteres házat épített. Most egyébként jelképesen ugyanekkor a bölcsödét fognak építeni Salgótarjánban, csak azért, hogy utalva arra, hogy az a baloldali cinizmus, ami egyébként mindenben megnyilvánul abban, hogy egy párt alelnök Simon Gábor élére áll az éhségmenetnek, majd utána kiderül, hogy mennyi pénzt tart kint Bécsben. Élére áll egy éhségmenetnek, és közben pedig a világ egyik legszegényebb országában szerez magának menekülő utat és útlevelet és vízumot. És ugyanez a cinizmus található, vagy lelhető fel Salgótarjánban is, hogy úgy írtak ki pályázatot 2008-2009-ben, hogy egyszerűen a város akkor önrészt nem tudott vállalni, mert akkor átkértek. Most rá az elmúlt időszakban, most sikerült végre a pályázatot nem csak hogy megnyerni a városnak, hanem el is indult az építkezés, és remélhetőleg ősszel pedig valóban ott lesz a bölcsöde. De országosan ez azt jelenti, hogy 6000 új bölcsödei férőhelyet hoztunk, illetve az elkövetkező hónapokban hozunk létre, és 5000-et pedig teljes mértékben felújítunk, ami óriási nagy szám. És az idei bölcsődei finanszírozásról azért érdemes beszélni, mert egyrészt a bérpotlékben a bölcsődei dolgozók is részesültek, és ami a bejátszásban is volt, én magam is, és a kormány is szeretne többet, de olyat nem játszunk el, és nem is lehet csinálni, mert az emberek kárára lenne, hogyha nincs fedezet. És ők mekkora béremelést kapnak? Ugyanezt a mértékűt kapják, tehát az 5,4 és 11,4% közötti, ez differenciált, és még egyet azért hagyj mondjak el, hogy idén a bölcsődik fenntartói, tehát legyen az önkormányzat, civil szervezet vagy egyház, 20-30%-kal többből tud
gazdálkodni, annyival nagyobb támogatást kapnak egy férőhely után. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések és lehetőségek óriási nagy dolgok ahhoz képest, és hiszen mindenhol elmondom, 2010-11-ben nem úgy nézett ki, hogy szociális rendszerben ilyen fejlesztéseket tudunk végrehajtani, hanem az volt a kérdés, IMF is ebbe az irányba nyomott, hogy minden ellátást vagy kurtítani kell, vagy volt olyan is, amit meg is kellett volna szüntetni. Ugye ezek ígéretes számok, de hát például a GEDEXTRA bevezetésével azért nyilván még több, ha bölcsődékre visszatérünk, férőhelyre van szükség. Ilyen szempontból mennyire tudják ellátni ezt a kérdést? Teljesen természetesen a felvetés és jogos is. Jelenleg a bölcsődei férőhely számon jól állunk az országban. Az egy más kérdés, hogy ha azonnal való be kell avatkozni, ott nyilván a családi napköziket kell erősíteni átmenetileg, mert azt gyorsabban meg tudjuk valósítani. De most zajlik az a munka, és a következő időszaknak lesz a feladata, hogy felmérjük, hogy hol hiányzik még bölcsődei férőhely, és ott újakat fogunk továbbra is építeni, hogy most említettem, hogy ebben a ciklusban is megtettük, de katasztrofális helyzetben vannak még sajnos bölcsődék, ezért kellett felújítani, vagy pedig amit nem tudtunk most felújítani, azokra is nagy mértékben oda fogunk figyelni, hiszen a fenntartás sem mindegy, a megújuló energiák, a szigetelés és sok minden más felújítási munka az nagy mértékben segíti egyébként a fenntartást. Azt mennyire tudják összehangolni, mert ugye az új munkahely teremtésekről is szó volt, hogy ahol új munkahelyeket teremtenek, ott létesítsenek több bölcsődét, mert nyilván ott van rá több szükség, vagy nagyobb szükség. Ez teljesen természetes, az igényeket is így néztük meg, és ha mondhatom azt, hogy 6000 férőhely jött létre, akkor annak egy nagyon nagy hányada vagy többsége az a központi régióban, tehát Budapest és Pest megyei régióban jött létre, tehát mindenképp ez fontos, de a munkahelyről beszélünk, akkor egyébként a bölcsődei férőhely fejlesztés az új munkahelyeket is teremt, több mint 1100 bölcsődei dolgozó fog ezekben az új munkahelyeken, vagy már dolgozik is, ami megint csak egy kicsit segít a foglalkoztatásban, és amit én egyébként tapasztalok, ma is próbáltak tüntetgetni néhány tucatnyian, és azt kell mondanom, sajnos siralmas a dolog, mert néhányan próbálják az indulatokat fölverni és fölhabozni, miközben másik oldalról pedig a bölcsődékben is, és egyébként más területen is elképesztően tisztességesen és szépen végzik a munkájukat az ott dolgozók. És azt is lehet tudni, hogy mindezek mögött, a tüntetgetések mögött abszolút a szocialista párt, illetve a baloldal van ott, összeköthetőek a személyek, akik ezeken a tüntetéseken ott vannak, és sajnos nem az ott dolgozóknak az érdekeit szolgálja ez, mert hosszú távon mégis azt szolgálja, hogyha minél több épületet felújítunk, megújítunk, vagy újakat építünk, és a vérpotlékot pedig tovább folytatjuk, vagyis a véremelések. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.